A szarvasmarha tartás kutatási területéért kaptál te itt elismerést ezen az esten. Miről is van pontosan szó? Egy kutatócsoporti munka keretében dolgozunk azon, hogy különböző nem invazív, vagyis az állatoknak fájdalmat nem okozó vizsgálati eljárásokkal összehasonlítunk és értékelünk egyes tartástechnológiákat állatjóléti szempontból. Gyakorlatilag azt vizsgáljuk, hogy milyen olyan menedzsmentbeli változtatásokat kell tenni, hogy az állat jobban érezze magát egy adott tartási környezetben, és ezáltal az ő termelése is megfelelően alakuljon. Kihangsúlyozták a díj átadásánál, hogy egy vizsgálatot végeztek az állat egész élete folyamán. Gyakorlatilag egy olyan műszert szeretnénk kifejleszteni, ami a megszületést követően a kis újszülött borjúba behelyezve, adott esetben a fülbe behelyezve, különböző információkat szolgáltat számunkra, kutatók számára, és a műszer bizonyos fejlesztési fázisán túl már a gazdák számára is, amelyből leszűrhető telepirányítási szinten az, hogy az állat mennyire érzi jól magát, mennyire hajlamos a betegségekre, mikor van szükség állatorvosi beavatkozásra, illetve mikor van szükség például a termékenyítési idő megválasztására, mikor közeledik az ellés, ez a műszer mindenről információt fog szolgáltatni számunkra. Mikor lesz ebből gyakorlat? Nagyon bízunk, hogy egy 3 éves projekt végén ez gyakorlattá is válhat. A prototípust azt 2-2,5 év múlva szeretnénk előállítani. Persze addig nagyon sok és rögös tesztelési munka vár ránk, de állunk elébe. Milyen érzés volt átvenni ezt a díjat ilyen fiatalon? Hát egy óriási nagy kitüntetés, nagyon jól éreztem magam egyébként is a gálán, egy picit meglepett, hogy ilyen kitüntetésben részesülhettem, mert nagyon erős volt a mezőny, és a kategóriámban is jeles professzor, illetve nagyon ambíciózus hölgy volt a vetélytársam. De mindenféleképpen nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon sok erőt ad ahhoz, hogy a megkezdett úton tudjam folytatni a munkámat a továbbiakban.